tudod a testvér, hogy mi a kriónika? Magam sem tudtam, utána kellett nézni. Az emberi test, illetve élő szervezetek olyan megőrzése és acélból való megőrzése, fagypont alatti megőrzése, amely képessé teszi őket arra, hogy egy bizonyos idő után a jövőben majd újra éleszthessék és feltámaszthassák. Amerikában nagy divat és nagy sláger. Különösképpen a tehetős, idős és betegek azok, akik haláluk után lefagyasztják magukat, abban a reményben, hogy amikor majd a tudomány olyan fejlettségre tesz szert, akkor őket is kiolvasztják, betegségeikből meggyógyítják és feltámasztják, és aztán az élet mehet tovább egy alumínium konténerben való köztes megálló után. Jelenség arra vezethető vissza, hogy az ember mindig is érdeklődött azután, és az iránt, hogy hogyan tudná az életét meghosszabbítani, vagyis hogy hogyan tehetne halhatatlanságra szert. Különösképpen a mai világban látható ez, ugyanis a mai világnak az egyik legfontosabb jeligéje, ha szabad így mondani, hogy az élet legyen szép és szórakoztató, és az életnek az arculata pedig természetesen ismét legyen csak örömteli, legyen benne hatalom, legyen benne siker, és így tovább. Ezt a pszichológusok úgy hívják, hogy szociológusok úgy hívják, hogy szórakoztató társadalom. És ebben a szórakoztató társadalomban az ember azt kívánja természetesen, hogy minden folytatódjon tovább. Különösképpen két dolgot mindenképpen el akar kerülni, az egyik a szenvedés, a másik pedig a halál. És ha netalántán mégis a szenvedés és a halál valamilyen formában jelentkezne, akkor ott van az úgynevezett reinkarnáció nevezetű új hiedelem, és az ember utána folytatja az életét tovább és tovább. Mi a kereszténység magatartása, helyesebben felfogása a halál utáni életről? Azt hiszem, hogy éppen a mai ünnep az, ami leginkább, legmegfelelőbben ezt nekünk elmondja. Amikor 1950, aránylag későn, november 1-én 12. Pius pápa kihirdette a dogmát, hogy Isten Máriát testestől és lelkestől felvette a mennybe, akkor különösképpen a protestáns testvéreink és a liberális katolikusok voltak azok, akik leghangosabban kiáltoztak, és azt mondták, attól eltekintve, hogy avitt ez az egész dogmavilág, hogy hirdetheti ki a pápa valamiről azt, hogy dogma, ami a Szentírásban alig szerepel, csak éppen a Szent Hagyományban. A dolog pikantériája az, hogy éppen egy protestáns lelkésznek a fia, a hírneves Carl Gustav Jung orvos és pszichoterapeuta volt az, aki lecsendesítette az egészet, és azt mondta, hogy a reformáció óta ez a legnagyobb egyháztörténeti esemény. És amikor őt is felelősségre vonták a látszólag felelőtlen kijelentésért, csak akkor azt mondta, uraim, a dolgot nem történelmi szempontból kell nézni, hanem pszichológiai szempontból. Ugyanis ebben a hitágazatban, ebben a hitigazságban az ember örök álma válik valóra. Először is az, hogy a nő felemelkedik az isteni szférába, másodszor pedig az, hogy az embernek a teste is megdicsőül. Érdekes úgy megnéznünk a dogmát, hogy milyen dolgok olvashatók ki belőle. Az első és legfontosabb dolog tehát az, hogy Szűz Máriát Isten felvette a mennybe. A mennybe. Ugyanezt a híres professzort kérdezték meg egy alkalommal a tanítványai, hogy professzor úr, hol van a menny? 19. század vége, 20. század elején vagyunk, amikor természetesen már kezdődik a nagy kételkedéseknek a kora, és a professzor azt mondta, uraim, nem tudom, kérdezzék meg a teológusokat. Viszont egy dolgot tudok. Az, aki nem hisz a mennyben, az előbb vagy utóbb depressziós lesz. Milyen igaza van, testvér? Nézz körül! Egyre több a depresszió körülöttünk, különösképpen a világ nyugati féltekén. Az emberek katasztrófától katasztrófáig élnek. Nagy félelemben élnek. Nem hisznek sem a mennyben, sem a jövőben, sem pedig a feltámadásban. Jut eszembe Paul Meek, az egyik
angol író, aki azt mondja, a menny egy karnyújtásnyira van tőle című könyvében, hogy az az érzésem néha, hogy az emberiség egy három emeletes házban lakik, sokan az alaksorban laknak. És amikor el akarod nekik mondani azt, hogy fölöttük még három olyan emelet van, amely szebb, jobb és világosabb és melegebb, akkor csak ingatják a fejüket, mert nem hiszik. Egy másik csoport elhiszi ugyan, és azt mondja, hogy lehet, de viszont nem leli a lépcsőházba vezető utat. Ugyanis a kulcs, mondja a Paul Meek, aki vallásossággal azért nem nagyon vádolható, de azért nagyon jól ismeri az emberi pszichét és az emberi életet, hogy a kulcs az nem a külső világunkban van, hanem a külső a belső világunkban van, és csak azt találja meg, aki a belső világába leereszkedik. Mária mennybevételének az ünnepe először is arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten az alaksorból fel akar vinni az emeletre, mert ott melegebb, világosabb és jobb. Mária mennybevételének az ünnepe másodszor arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten nem alumínium konténerre szánt az életünket, és nem is azt akarja, hogy a reinkarnációba vetett hiedelem kétes hírű tanításán vigasztalódjunk, hanem azt akarja mondani, hogy Istentől jövünk, és Istenhez térünk vissza. Végül Mária mennybevételének a dogmája egy nem olyan hitet propagál, amely nincs benne a Szentírásban, hanem azt akarja elmondani nekünk, hogy hitünk lényegéhez az tartozik, hogy az Isten halálunk után fel fog támasztani bennünket, épp úgy, mint Szűz Máriát feltámasztotta testestől, lelkestől. Testestől, lelkestől. Második pont erre az egy mondat részre szorítkozik. Isten feltámasztotta, illetve mennybe vitte Máriát testestől, lelkestől. Aki az egyház történelmet ismeri, az tudja azt, hogy az első században még a keresztényeknek a magatartása is eléggé ambivalens volt a testtel kapcsolatban. Ez onnan volt eredeztethető, hogy a görög és a római világban nagy testkultusz uralkodott, és ez szemmel láthatóan erkölcsi és fizikai nihilizmushoz, vagy ha úgy tetszik, dekadenciához vezetett. Amikor jöttek a keresztények, természetesen, hogy ők ebből nem kértek, de nem csak ők nem kértek ebből a túlzott testkultuszból, hanem az első században keletkezett meg annyi szellemi irányzat sem. Ezek a szellemi irányzatok a testet egyenesen a lélek börtönének tartották, csak a test volt az, ami számított, és igyekeztek a testtől megszabadulni, illetve a testet igyekeztek kordában tartani. És nagyon érdekes, hogy a kereszténység, amely épp ebben a korban, ebben az első században keletkezett, megtalálta természetesen isteni sugallatra a középső utat. Nem túlozta el a testnek a jelentőségét, sőt, de ugyanakkor nem tette kizárólagossá a lelket sem. Kereszténység megtalálta, és azt mondta, a test is értékes, nem csak a lélek, és pedig azért, figyelj, a megokolásra, mert Isten a testünket, az embernek a testét magára vette, és ő teremtette. És amikor pedig a negyedik században felszabadulása, a kereszténység felszabadulása után egy röpke évszázaddal már azon vitatkoztak az egyházatyák és a püspökök, hogy most Mária Jézus szülő-e, vagy Isten szülő is, akkor kimondták, hogy Mária Isten szülő, és ebből kifolyólag azt mondták, amiért az ő teste hordozta Szűz Mária, teste hordozta az Úr Jézust, ezért az ő teste romlást nem láthatott, sőt, és ekkor tűnt fel először az is, hogy mivel mi nővérei, húgai, öccsei és fivérei vagyunk Máriának, ránk is ugyanez vár. Testvér, nem véletlen az, hogy a középkorban is, hol volt még akkor 12. Pius pápának a dogmája, a művészek úgy ábrázolták Máriát, amint az égbe megy, hogy fiatal, gyönyörű teste van, nagyon szép, mert azt akarták, hogy a hit izmosodjon bennünk, hogy Isten ezzel a valóságos testtel,
és a mi lelkünkkel is ugyanazt teszi, mint Máriának a testével és a lelkével. Felveszi a mennybe. És az sem véletlen, hogy éppen augusztus 15-én, a nyár delelőjén ünnepeljük nagy boldogasszony ünnepünket, Mária mennybevételét, ugyanis ez a termés a beérésnek az ideje. És a szinoníma, a jelentés az kézenfekvő, ahogy beérik a termés és learatjuk, éppen úgy tesz majd Isten a mi testünkkel és a lelkünkkel is, amikor következik a nagy beérés ideje. És a társ megváltóvá magasztosult Szűz Mária ebben nekünk segíteni fog. Nagyon érdekes hasonlatot olvastam Vianai Szent Jánosnál, tudod, az Árszi plébánosnál. Azt mondja Vianai Szent János, hogy az Isten az embert a mennybe szánta. Igen ám, de az ördög elrontotta az első létrát. Erre elküldte az Isten fiát, Jézust, aki a keresztje által egy új létrát készített nekünk, s most Mária ott áll a mennyben, és fogja a létra két szarvát, hogy mi fel tudjunk menni biztonságban a mennybe. Gyönyörű hasonlat. Mária ott áll, fogja a létra szarvait, azért, hogy mi felmehessünk hozzá hasonlóan, üdvözülhessünk, Isten felvehesse a mi testünket és lelkünket is, oda, ahol meggyógyítja, és majd meg fogja szentelni. Végül a harmadik, amit a dogmából kiolvashatunk, az az, hogy a testnek méltósága van. Szerintem az Anya Szent Egyháznak, ez csak szerény véleményem, a világtörténelem folyamán három nagy, mondjuk úgy, krízise volt. Az első krízist így lehetne összefoglalni, és éppen az első századokban volt ez, hogy ki az Isten. És erre a nagy kérdésre, amely megosztotta akkor is természetesen az Anya Szent Egyházat, a IV. Század elején a níceai és a kálcedóni zsinat válaszolt, és azt mondta, Jézus Krisztus Istennek a fia, a második isteni személy, és az ő testében az istenség és az emberség egyesült. Második krízis a 16. században tört ki, és pedig a kérdés, figyelj a kérdésre, mi az egyház? Ki az Isten, mi az egyház? A választ nem tudtuk akkor rögtön megadni, viszont megadta a tridenti zsinat és a második vatikáni zsinat, és azt mondta, ez is nagyon helyes, az egyház nem intézmény, nem emberi találmány, hanem az egyház Krisztus misztikus teste. Igaz, hogy szétszakadt Krisztus varratlan köntöse, és a nyugati egyház két részre szakadt a reformáció következtében, viszont a kérdést megválaszoltuk. És a harmadik krízis, az most van. A harmadik krízisnek szerintem ez a kérdése, hogy mi az ember. És erre a kérdésre egy sereg válasz van. Az ember eredetével, nemiségével kapcsolatban, a homoszexualitással kapcsolatban, a biszexualitással kapcsolatban, a fogamzással kapcsolatban, a magzatelhajtással kapcsolatban, az eutanáziával kapcsolatban, és így tovább. Csak ugyan, mi az ember? Ha a mostani felkapott úgynevezett irányzatot gender, vagy nem tudom Magyarországon ti hogy mondjátok, gender, nem biztos, hogy úgy tudom majd mondani. Tehát a gender irányzatnak a, mondjuk ugye a válaszát keresed, akkor a gender irányzat azt mondja, az ember önmaga ura, teremtője, istene. Az embernek megvan a képessége arra, hogy meghatározza, hogy szabályozza a nemiségét, meghatározza azt, hogy milyen családban él, hogy megválaszthatja a partnerét, hogy megszabja azt, hogy ki élhet és ki nem élhet, és így tovább. Kereszténység azt mondja, hogy nem. Kereszténység azt mondja, az ember Istennek a teremtménye. Az Isten testet és lelket teremtett neki. Sőt, Isten teremtette az embernek a nemiségét is. Isten teremtette az embert nőnek és férfinak. És ez a nemiség, ez a kettősség benne gyakorlatilag a boldogságának a forrás. És pedig azért, mert ez a kettőség benne az, amely például a családnak az alapja. Ez a kettőség benne az, amely a nemeket egymáshoz vonza,
és boldoggá teszi. Ez a kettőség az, ami képessé tesz bennünket arra, hogy teljes értékű emberek legyünk. Az ember nem önmaga teremtője. Ha mégis elfeledkezik erről, akkor először is tagadja isteni eredetét, másodszor tagadja Isten képiségét, harmadszor pedig tagadja azt, hogy ő ember méltó az életre. És akkor lesz, mi lesz belőle? Lesz egy vaksors által világra dobott, a divat által ide-oda silányosított teremtmény. Mária mennybevételének az ünnepe már 2000 éve azt mondja, hogy nem. Mária mennybevételének az ünnepe azt mondja, hogy az ember Istennek a teremtménye, a teste is szent, Isten becsüli a testét, az ő testének méltóságot adott, és pedig azért, mert ő teremtette, másodszor pedig azért, mert az Úr Jézus maga is felvette a mi testünket. Ugyanakkor tovább mondja, és azt mondja Mária mennybevételének az ünnepe, hogy nem csak, hogy becsüli Isten a testet, nem csak, hogy a méltóságát akarja visszaadni, hanem a dicsőségét is. És én erre azt mondom, méltó és igazságos. Mert a testnek nagyon nagy érdemei vannak. Először is a lélek a testen keresztül fejezi ki azt, amit gondol, amit érez. Test nélkül a lélek nem tudna létesülni. És a lélek szeretetét a testünkön keresztül tudjuk kifejezni a családban és a közösségben. Ugyanakkor azért is szent a testünk, mert Istennel is a testünkben találkozunk. A testünkön keresztül tudjuk élvezni, csodálni ezt a csodaszép világot, ami Isten szeretetének a jele. És ami a legfontosabb talán, hogy a testünkön keresztül vesszük magunkhoz az ő testét és az ő lelkét. Méltó tehát, hogy Isten a mi testünket megdicsőítse. Egyébként teszi is, gender ide, gender oda, ő teszi a dolgát. Lassan befejezem. Annak az egyházmegyének, a Rottenburg-Stuttgarti egyházmegyének, amely nekem otthont ad, a legészakibb Csücskében van egy Kreglingen nevezetű plébánia. Ennek a plébániának van egy gyönyörű szép oltára, hármas oltára, faragott 1502 és 1506 közül Tilman Riemenschneider, a középkornak a leghíresebb fafaragója faragta. Az oltár érdekessége az, hogy a tabernákulum helyett, amelyben mi természetesen Krisztust tesszük mindig, ő nem Krisztust tette, hanem Szűz Máriát. Szűz Mária ott áll, egy gyönyörű szép alakjában, angyalok a kis puttók pedig viszik fel őt az égbe. Ez van a tabernákulumban. És a dicsőséget, amit Mária az égben kap, Tilman Riemenschneider úgy fejezi ki, hogy a szemben lévő rozetta fénye augusztus 15-én éppen Máriának az alakjára esik. Micsoda teológia. De igaz. Mert Mária mennybevételének az ünnepes, ezzel most már befejezem, arról szól, hogy majd Isten a mi testünket és a lelkünket is magához veszi. A lelkünket akkor, amikor meghalunk, testünket pedig majd a világ végén. Először is azért, mert a lelkünk belőle egy darab, másodszor pedig azért, mert testünk egy tabernákulum, amely Jézus testét őrzi, és Isten dicsőségét ragyogja vissza. Tegye is minden nap. Amen.